Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, és üdvözöljük azokat a nézőinket is, akik videón követik a beszélgetést. Az olvasókörnek a mai vendége Németh György, gitáros. Legalábbis az interneten ezt olvastam. Mivel régebb óta ismerjük egymást, azért a hallgatók bizonyára megbocsátják, ha tegeződünk. Szervusz, kedves Gyuri! Szervusz, szia! És én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat is természetesen. Egy nagyon picikét hozzáfűzhetek egy kis gondolatot még a gitáros jelzőhöz. Én igazándiból hát nem tartom magam gitárosnak, mert, hogy is mondjam, szóval, ha mondjuk Eric Claptonhoz vagy Brody Jánoshoz viszonyítom magam, biztos, hogy nem tudok gitározni, de viszont nagyon szeretem, és hát az életemnek egy nagyon-nagyon nagy szerelme a gitár, ami már velem van, most már mondhatom nyugodtan azt, hogy 60 éve, már ez a matuzsálemi kor, aztán nagyon szeretek gitározni. Mondjuk picikét így finomítanám a dolgot a gitáros jelzőt illetően. Egy kicsit megismerkedve a pályafutásoddal, talán két ágra lehetne osztani. Az első a Németh György, az üzletember, a második Németh Gyuri, akkor a gitáros. Tehát a zene. Én így mondanám, hogy te igazából zenész vagy. Röviden tekintsük át mind a két ágat, mert a civil rádió olvasókörében eddig először szerepelsz. Igen, és ezt hozzáteszem, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy szerepelhetek a civil rádió műsorában. Nézzük akkor az elsőt. Hogyan lettél üzletember? Hát ez egy nagyon bonyolult dolog. Én megpróbálom nagyon röviden megadni a választ rá. Tulajdonképpen régre datálható vissza ez a folyamat. Én mindig is érdekeltek engem a műszaki dolgok már a középiskolában is, amikor a 1960-as években, ugye a tínédzser koromat akkor éltem, és érdekeltek a műszaki dolgok, érdekelt az elektromosság, és rengeteget bütyköltem otthon, és így egy villamosipari technikumban végeztem, ugye akkor még Landlernek hívták, ahonnan a Budapesti Műszaki Egyetemre kerültem, és 1975-ben villamosmérnöki diplomát szereztem. Innentől kezdve mondhatom azt, hogy miután én egy nagyon erősen újpestinek érzem magam, sőt újpesti lokálpatriótának érzem magam, hiszen mindenki újpesti volt, a felmenőim, a családom, jó magam is mindenki újpesten él, többnyire újpesten tanultak. Szóval elég az hozzá, hogy nem véletlen, hogy az Egyesült Izzóban, ami ugye Újpesten van, ez a nagy, volt ugye akkor egy hatalmas nagy telephely, most is megvan, csak a dolgozói létszám csökkent le többszöri tulajdonos váltás következtében. Tehát oda kerültem a Tungsramhoz, ugye akkor még úgy Egyesült Izzó Tungsram korábban, aztán később lett ebből a GE, amikor az amerikaiak megvásárolták. És nagyon szép munkát végeztem, mert áramkörtervező mérnökként kerültem a félvezetőfejlesztési főosztályra. Ez egy csodálatos munka volt, igazi kreatív munka, ami egy igazi villamosmérnöki végzettséghez való, és én óriási nagy szeretettel és nagy örömmel végeztem ezt a munkát. Olyan berendezéseket és mérőeszközöket terveztünk, amelyeket akkor még nem lehetett megvásárolni nyugatról, az úgynevezett embargó lista alá tartoztak. Nekünk ezeket itt elő kellett állítani, és akkor így indult be, például Magyarországon a integrált áramkörös fekete-fehér televízió gyártása az Orionba és a Videotonba egy időben, miután mi lehetővé tettük ezeknek az eszközöknek a gyártását és mérését Magyarországon. Aztán annyira beleszerettem ebbe a munkába, hogy szinte azt lehet mondani, hogy ilyen kutatómérnöki munka szinten végeztem, és sikerült elnyernem egy ösztöndíjas utat a Southamptoni Egyetemre Angliába, és 1983-ban kikerültem Angliába, ahol az egyetemen kutatómérnöki munkát végezhettem. Ez az itteni tevékenységhez nagyon közel állt, és hasznos volt nekem is, meg az ottani kollégáknak is, mert hozzájárultam az ő munkavégzésük sikeréhez. Ez azért mondom el, mert ez tulajdonképpen az életemnek egy nagyon fontos mérföldköve volt. Amikor én kint dolgoztam Angliában, akkor megismertem bizony, akkor hát gondolj bele, ez a 80-as éveknek az elején volt, hát azért nem volt olyan egyszerű akkor még kijutni, hát kellett hozzá N+1 engedély, és általában ezek a minisztériumi engedélyek arról szóltak, hogy megpróbálják megakadályozni a kijutást, és nem arról, hogy támogassanak a kijutásban. Na mindegy, ez egy másik kérdés. Amikor visszajöttem, akkor már eléggé szűknek éreztem magam körül a levegőt. Úgy éreztem, hogy,
hogy sokkal többet szeretnék, mint amire nekem lehetőségem volt, és hát ugye aztán hamarosan jött a rendszerváltás, a 80-as évek vége felé, az a munka, amit addig végeztünk, hiába lettem én a vezetője a Tungsramban ennek a fejlesztési osztálynak, már nem tudott engem úgy kielégíteni, mert egyre inkább felszabadult az import liberalizálva lett, és ezért bekerülhettek, különösen a rendszerváltást követően azok az eszközök, amit azelőtt mi fejlesztettünk ki itt Magyarországon, és gyakorlatilag elvesztettem a munkámat. Fogalmazhatnék így is, és ott állt a sok tehetséges villamosmérnök, és nem tudtak sokuk mit kezdeni magukkal. Én akkor jött el a váltásnak az időszak a számomra, és úgy gondoltam, hogy na itt az idő, hogy lépni kell valami más irányba. És miután elég jó voltak a kapcsolataim, és jó voltak a ráérzéseim, és hát megvolt a szakmai háttér is, ezért nagyon könnyű volt váltanom. És itt jön be aztán az a múlt is időszak, ami innentől kezdve kb. 30 éven keresztül meghatározta az életemet, hiszen egy fejvadász cég hamarosan megtalált engem, és egy amerikai cégnek lettem akkor a, nem tudom, hogy mondhatok-e nevet, vagy igen, mondhatok, hát ezt úgy hívták, hogy Kodak, ugye ez egy elég ismert cég volt akkor a fotó. Mindenki azzal fotózott. Hát mindenki. Így van, tehát a Kodak filmekre fotózott mindenki, aztán ugye ezt látszott, a jócskán megváltozott, sőt, ma már ugye filmre szinte senki nem fotózik, hiszen a digitális technika elsöpörte a filmipart. Egyébként ez volt a Kodaknak a úgymond a veszte is, hogy ezt nem ismerte fel időben. Na szóval az én feladatom az volt, hogy azokat a nyomdatechnikai eszközöket, ugye akkor ezek még többnyire ilyen nagy teljesítményű fénymásolók voltak, ezeket elhelyezni, bevezetni a magyar piacon, és ehhez kaptam egy kicsi, de nagyon tehetséges stábot. Ezt mi nagy szeretettel és örömmel és nagy intenzitással végeztük, és aztán jött egy akvizíció, ugye ez a multinacionális cégeknél elég gyakori, hogy eladják, megveszik egymásnak azokat a területeket, ami stratégiai vagy üzleti okokból kell, vagy nem kell, és így gyakorlatilag saját lábra álltunk, egy másik amerikai cég ezt az üzletágat megvette a Kodaktól, és miután nem volt Magyarországon ennek képviselete, hát megteremtettük, és ennek lettem én az ügyvezető igazgatója, ez egy disztribútor cég volt, nagyon kellemes helyen van a központja a Floridában, Tampában, úgyhogy volt néhány utam ezekre a kellemes, de hát ezek elsősorban szakmai, meg ilyen tervtárgyalásos utak voltak, és én ezt elég sikeresen végeztem, tehát számos elismerést kaptam, és hát tudod, ezeknél a cégeknél úgy megy, hogy iszonyatosan motiválják a dolgozóikat, és mindamellett, hogy motiválják, képzik is, tehát rengeteg időt, pénzt, fáradtságot töltenek el abban, hogy képezzék a dolgozókat. Számos tréningen vettem részt, hát most sorolhatnám, hogy Oxford, London, Lyon, Párizs, San Francisco, München, Athén, hát rengeteg tréningen vettem részt, úgyhogy hihetetlen mennyiségű tapasztalat gyűlemlett fel bennem. És ezek azért voltak, tudod, miután vezető voltam, ügyvezető voltam már, ezért fontos volt az, hogy azokat a képességeketben fejlődjek, amik ehhez a munkakörhöz alapvetően szükségesek. Ezt úgy hívják egyébként, hogy biztos ismered ezt a kifejezést, hogy major opportunities to improve, tehát nem azt mondják, hogy valaki tehetségtelen, vagy na most elég erős kifejezést használt, negatív kifejezést használtam, mondjuk úgy, hogy hibái vannak. Nem. Vannak lehetőségek a fejlődésre. Na most erről szólnak ezek a tréningek. Nagyon érdekes ez a megközelítés, és én ezt, mint egy ilyen interfész a cégnél, ugye levittem a dolgozói szintre, és hát tudod, egy jó vezető ezeknél a cégeknél elsősorban az jellemzi, hogy ez a hármas tulajdonság, hogy meg tudjon felelni a tulajdonosi elvárásnak, a dolgozói elvárásnak, és hát nem utolsó sorban természetesen az ügyfelek elvárásainak. Tehát mindig is ezeket ennek az arányát kellett... Ez okozza a vezetőknek a legnagyobb stresszt. Bizony. Ez nagyon stresszes az életem, és hogyha szabad egy picit itt a gitározáson előjönnöm, ezért is fontos az, rájöttem arra, hogy ezeknél a nemzetközi cégeknél az érvényesülésnek és a sikernek az egyik eszköze az önmegvalósítás. És
nem is az, hogy önmegvalósít, nem inkább, hanem azt mondom inkább, hogy alaptényezői, vannak alaptényezői a sikernek, és ezek alaptényezők egyike az önmegvalósítás. Én ide sorolom a hobbit, a zenét, a művészetet, bármit, ami egészen más, mint amit az ember nap mint nap csinál. És ide tartozik a zene számomra, és a gitár. Az életem nagy szerelme a gitár, és amikor én hazajöttem, és ebből az általán is említett stresszes, egy-egy stresszes nap után leültem, elővettem a gitárt, és úgy éreztem, hogy belülről egy ilyen melegség hat át engem, kiegyensúlyozottá kezdek válni, és energiát sugároz. És ezek fontosak, mert ugye a következő napi munkavégzéshez ez adja tulajdonképpen az erőt. És akkor visszatérve, most elkalandoztam egy picit, visszatérve ez a múlt is világhoz, utána én egy holland cégnek lettem az ügyvezetője, akik egy egészen nagy teljesítményű digitális nyomdagépeket forgalmaznak, ez egy hárombetűs holland cégnek, hogy OCE. Ezek olyan dokumentumok, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas nyomógép, ami mondjuk hogy 20 méter hosszú, két hatalmas papírenger van egyik oldalon, ami bevegy a másik oldalon kijön, és mondjuk 140 méter per perc sebességgel szalad benne a papír, és minden egyes A4-es formátumú papírra nyomtatott információ különbözik a másiktól. Tehát ez a megszemélyesített nyomtatás, amit csak ezzel a digitális technológiával lehet előállítani. Csak mondjak egy gyakorlati példát, például a közüzemi számlák, vagy a banki egyenlegközlők. Ugye ma már ezek visszaesőben vannak, hiszen mindenki PDF-ben kéri az interneten keresztül a számlát, illetve hát nagyon sokan, de hát föl még azért mindig vannak a csekkes befizetések és egyéb ilyen nyomtatás. Azon kívül a digitálisan nyomtatott könyvek, ugye, amik rendkívül gazdaságosan állíthatók elő. Ugye sem kell lenyomtatni ahhoz több ezer példányt, ugye, mert a hagyomás technológiában körülbelül ennyi, néhány ezer példány az, amit mindenképpen meg kell vásárolni ahhoz, hogy az gazdaságos legyen a nyomda számára, hanem lehet egy példányt is akár, vagy kettőt, vagy ötöt, vagy tizet kinyomtatni, és amikor elfogyott, akkor lehet megint tizet, vagy húszat. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nehéz, és hogy mondjam, egy nagyon sokat tud könnyíteni a nyomda szakma helyzetén, azonban ezt el kell ismerni a nyomdászoknak is, és akkor itt jön a nehezebbik feladat, ami Tudjuk nevesíteni, tudjuk egy naphoz kötni azt, amikor az üzleti életet felváltotta a zene? Persze. Igen, akkor le is zárom ezt a részt. Ugye 14 évig vezettem ezt a céget, és ugye jött ez a pénzügyi válság, és a pénzügyi válság következtében azért visszaestek a megrendelések, különösen ezek a nagyértékű beruházások. Ez 2008-ról van szó, és onnantól kezdve elkezdett a piac hanyatlani, ugye, mert hát nyilván ezek óriási összegű beruházások, hát nem, ez nem egy kis asztali nyomtató. Ennek következtében estek a cégnek, a holland cégnek a részvényei az amszterdami tőzsdén, és eljött az a pillanat, amikor egy másik cég, egy másik jó nekű cég, azt úgy hívják, hogy Canon, bekapta az OC-t, ugye csak így lazán a évi nyereségének a kis szád, de meg kell mondanom, hogy nagyon korrekt akvizíció volt, hiszen egy elég, pontosan nem emlékszem, de a többszörösét ígérte a tulajdonosoknak azért a tőzsdén azért az értékért, amit akkor jelentett a OC-nak a részvényei, és hát felvásárolta a céget, és Európa összes országában, legalábbis ott, ahol volt leányvállalata mindkét cégnek, úgy megkezdődött az akvizíció és az összeolvadás így Magyarországon is. Hangsúlyozom, hogy nagyon korrekt volt, mert minket összehasonlított, pontosabban hát volt egy úgynevezett 24 tagú bizottság előtt Londonban egy üzleti tervet kellett előadni, 2012-t írunk egyébként, 2013-ra kellett készíteni üzleti tervet, és ennyimet fogadták el, és így én lettem az ügyvezetője a közös cégnek, egy kicsi, ugyan nagynak, és hát innentől kezdve azért most idézőjelben mondom, pokollá vált az életem, mert ugye két céget úgy összehozni, hogy az mindenféle szempontból megfelel, hát ez sajnos sok fájdalommal is jár, amit én már nem akartam bevállalni, megmondom őszintén, és elegánsan visszaadtam a megbízásomat Londonba a tulajdonosoknak, és azt mondtam, hogy akkor én most távoznék. És innentől kezdve, ez persze családi döntés volt, és a feleségemmel, gyerekekkel együtt összeültünk, és hát azt mondták a tapát, 68 éves vagy, mit akarsz még? Azt mondja, már elértél mindent a
ebben a szakmai életben, most már légy szíves, gondolj valami másra. Tehát ez az a pillanat, amit te is az előbb kérdeztél, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor mostantól kezdve, amíg az erőnk és az anyagi forrásaink engedni, elkezdjük járni a világot a feleségemmel, és miután van egy szenzációs hobbim kettő is, az egyik az, hogy úti filmeket készítek, a másik pedig a zene, erre a kettőre fogom a hangsúlyt fordítani, és akkor innentől kezdve megváltozott az életem, és innentől kezdve teremtettem magamnak egy más világot, és a régit pedig teljes egészében lezártam. Mielőtt rátérnénk erre az új világra, tekintsünk vissza a régebbi múltba, és az őseidről, a nagypapádról, édesapádról, esetleg dédnagyapádról, mit tudsz, és hogyan őrzöd esetleg az emlékeiket? Nagyon nagy büszkeség számomra a felmenőimnek a, hogy is mondjam, az emlékéről beszélni, ugyanis most picit távolabbra menni, a dédnagyapámnak kezdeni, ő festőművész volt, és neki volt négy fia volt, mind a négy fia festő lett. Az első világháborúban az egyik fiú, az kimaradt az orosz fronton, aztán én ott létesített családot, de a másik három itt ért, közülük az egyik a nagypapám. Mind a három festőművész volt, és ők ilyen érdekes. Tehát utána mondtam, hogy én újpesti lokálpatrióta vagyok, mert a felmenőim és újpestiek többek között, ők ilyen életképeket festettek Újpestnek, az akkori Újpestről. Tehát ugye Újpestnek a központja mindig a piactér volt, a csodálatos templomunkkal, és ugye mellette az 1900-ban megnyitott, ugye akkori városháza, ugye aztán később tanácsháza, most polgármesteri hivatal, de gyönyörűen fel van újítva most is, és ők adományoztak ezekből a festményekből az újonnan megnyílt polgármesteri hivatal, vagyis hogy nem polgármesteri hivatal, hanem városháza számára akkor még, ezekből a festményekből, és képzeld el, hogy ezek ott vannak még, mind a mai napig. Nagyon sok van belőlük, különböző szobákban, előszobákban, és amikor akkora élmény és öröm volt látni, amikor látogatást tettem a hivatalba, a polgármester úrnál, meg az alpolgármester asszonynál, és ott van a szobájukban a nagypapámnak a festményei, hát ex kimondhatatlan. Tehát amikor beléptem az épületbe, és azóta is a családomnak a szellemisége hatja át, és ez olyan jó érzés. Valamilyen írásos formában is megőrized az emlékeiket? Meg gondolom, a saját otthonod falain szintén vannak képek. Persze, nem csak, hogy megőrzöm, hanem készítettem egy filmet. Nem beszéltem a fiaimról, két fiam van. A kisebbik fiam az történész, adjunktusként tanít a Közszolgálati Egyetemen, a nagyobbik fiam pedig üzletember szintén. Ő is zenél, de hasonlóképpen, mint én, ő is csak megvalósítási eszközének tekintem, de nagy nevű zenészekkel együtt játszik, és hogy készítettem egy filmet, és a fiam, történész lévén, ugye felkutatta a családnak a történetét, egészen nem is tudom, az 1600-as évekig, akkoriban, igen, a Széchenyi könyvtárban még történész hallgató volt, és ugye rábukkantunk nagyon értékes dokumentumokra, a családi címerre, stb. És akkor innen, ez engem annyira megindított, hogy a kutatást átadta nekem, meg a dokumentumokat, és én ebből készítettem egy filmet, ami egészen, tehát, hogy is mondjam, csak a 1996-ig, tehát ezt akkor készült ez a film, még analóg változatban, és most vettem elő, mert ugye ott porosodott nekem a többi anyag között, és digitalizáltam, és újra szerkesztettem, sokkal jobb minőségbe, és újra tettem narrátor hangot rá, és ráírtam egy pendrive-ra, ugye most már ez a modern tárolási eszköz, és hát ugye szétosztottam a családom közt, és hát nagy boldog. Ez a film akár a nyilvánosság erejét is kibírja, és fönn van az interneten? Nincs fönn az interneten, szóval ezek a, hát egy kicsikét ezek, mintha nagyon sok személyes dolog van, de én azt gondoltam, hogy ezt nem, vannak filmjeim fönn, de ez személyes, tudod, hát szívesen bemutatom, és hát ugye vannak ezek a filmbemutatóim, csak kérdés az, hogy ennek azért elég szűk a vélhető közönsége, így aztán úgy gondoltam, hogy inkább legyen a családéhez, és hát majdan, ugye most vannak unokáim, három unokám van, és ugye a középső unokám a kislány, aki 13 éves, kézzel nála jött elő a festészet, és gyönyörűen fest a kislány, és már két díjnyertes
festménye is van, és őt nagyon érdekli ez a vonal, tudod? És hát ugye őrá bíztam egy ilyen pendrive-val. Akkor térjünk vissza a zenei pályafutásra. Tehát eljött az új élet napja. Igen. Visszaadtad a vezetői megbízatásodat, igen, és akkor hogyan tovább? Gondolom, gitározni már előtte is tudtál, ugye? Hát igen, ez az, hogy ugye tudtam, vagy az, hogy én hogy gitározom, mennyire tudok, és nem tartottam magam jó gitárosnak, de viszont szeretettel gitározok, és akik meghallgatják, azok élvezik, tetszik nekik. Hát legutóbb ugye volt ez a kerti part, ilyen zárt körül, és hát ott annyi e-mailt kaptam utána, meg ilyen kedves bátorításokat, de ez már régóta, van egy társam, gitáros társam, akit te is ismersz jól, a Laci, Tunyogi Laci, akivel megtaláltuk egymást pár évvel ezelőtt, szenzációs találkozó. Hallgatóink kedvére említem meg, hogy Tunyogi László laudációit, amely a Hazám díj átadására volt, nemrég tűztük műsorra, és ezt követően pedig a valósághoz hűen Németi György gitározott a műsor befejező részében. Németh György. TH-val. Bocsánat. Jó, semmi gond. Szóval Lacival megtaláltuk egymást, és egészen más stílust játszunk kettő, tehát külön-külön, és én egy kicsit meggyúrtam őt, az én stílusomat, egy kicsit ilyen szvítesebb rock irányában, hogy fordulj. Ő pedig megszeretette velem az ír zenét. Csodálatosan beleszerettem, és rengeteg ír balladát tanultam meg azóta, meg hát van nagyon sok, amiket már együtt játszunk. Ő banjozik, én gitározok, meg hát természetesen ő is gitározik, és nagyon-nagyon szeretek a Lacival játszani, és már majdnem elkészült az első videoklipünk, amikor a Laci elment most egy hosszabb szabadságra külföldre, de azért remélem, hogy be fogjuk tudni fejezni az első videoklipünket, ami egyébként a Wide Rover, ez a Number One kocsmadal Írországban. Még volt tavaly egy elképzelés, hogy ilyen rendezvénytéren egy ilyen ír hetet rendeznek, ahol kitelepülnek majd a Guinness sörfőzőnek a disztribútorai is, és közben megkóstolhatják a vendégek az ír söröket, és hát ott van egy jó kis ilyen szórakozós parti. Meg hát egyébként meg én jártam Írországba, és egy filmem is van Írországról. És az a zenei pályafutásodat rögtön saját dalokkal kezdted, vagy előbb mások dalait játszottad? Nem sajáttal kezdtem. Hát most akkor elárulom, hogy nekem a nagy inspirátorom az a Brody János. Én a Jánossal személyesen is jó kapcsolatot tartok, és sőt, még zenítünk is együtt. Azt hiszem kétszer is zenítünk együtt, és hát több rendezvényen voltunk úgy együtt, hogy én meglátogattam meg őt, de most legutóbb ezen az átkörű rendezvényen, ugye egyszer csak ő jelent meg, és én előre bejelentettem, hogy én Brody János számokat fogok játszani. Na erre nem volt ott a János, és ez délután 3-kor kezdődött ugye az én műsorom, és erre mi történik? Megjelent. Egyből felszökött a gyomrom a torkomba, gondolatot. Annyira izgultam, és akkor oda mentem hozzá, mondom, de mondom, van egy kis gáz, azt mondja, én mondom, a te számaidat fogom játszani. Azt mondja, Gyuri, ismerlek téged, azt mondja, te olyan szorgalmas vagy, biztos jó lesz. És a végén oda jött hozzám, átölelt, és gratulált, tehát nem tudom elmondani, hogy milyen jó érzés volt. Szóval nem az én számaim, tehát van egy pár, igazándiból nekem nem volt időm arra, hogy én írjak dalokat, tudod? Én rám nagyon nagy hatással volt az ő stílusa, persze nagyon szerettem, ugye a 60-as években mondtam, én akkor értem a 60-as évek elején, közepén a tinédzser koromat, és akkor hát akik akkor voltak hasonló korúak, mint én, azok tudják, hogy milyen elfolytott indulatok és érzelmek között éltünk. És ezekből az indulatokból és érzelmekből a kitérést a zene jelentette, a rockzene. Az akkori Beatles, a Rolling Stones és a brit együtteseknek, most sorolhatnám, Animals, stb. Tucatjait hallgattuk, vagy Elvis Presley, Little Richard, ugye ez már akkor már egy nagy korszak volt, és ebben menekültünk, a zenében menekültünk, és ezért is volt fontos számomra, de a kérdésedre visszatérjek, van egy-két szám, amit most így, hogy is mondjam, most már mondtam azt, hogy veterán fejjel, ugye, mert a senior az már nem igazából alkalmazható, azért 50-60, 70 pluszos az már nem senior. Én már 70 fölött vagyok, és azt gondolom, hogy ez a sok-sok minden, ami bennem így felgyülemlett
a zenehallgatás tekintetében, vagy akár az üzleti életben is, és megszerzett tapasztalatok, azok egyszer csak így leültetnek a székembe, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy miért ne írnák egy dalt erről. És akkor írtam egy dalt, pontosabban a barátommal, van egy barátom, aki meg így verselget, tudott, szoftveresként együtt dolgoztunk annak idején még a Tungsramba. Ő ebben nagyon segít, mert én a szövegírásban nem vagyok jó, megmondom őszintén. És akkor ő írt egy szöveget, ami tulajdonképpen a mi fiatal életünkről, a mérnök életről és azokról a sikerekről szól, amit együtt értünk el 70-es, 80-as években. És az a címenek, hogy így szeretett meg a korosztálydal. Hogyha interneten rákeresel erre, akkor megtalálod Barta német korosztálydal. És én megcsináltam erre egy videoklipet. Hát olyan, nem is tudom mennyi a nézettsége, de ez jó pár évvel ezelőtt volt. De hát ez rólunk szól. Azóta sajnos két barátunkat volt, kollégánkat már elbúcsúztattuk, ők elmentek sajnos. Ez nagyon szomorú, mert az embert nagyon megrendíti, de ezek a dalok megmaradnak, meg és a dalokkal együtt az emlék is megmarad. És már azt mondom, hogy a mi gyerekeink, sőt a mi unokáink is szívesen hallgatják, nézik, mert hát ugye mi vagyunk benne, és rólunk szól. Van egy-kettő dalom még, amik szintén így megszületgettek közbe-közbe, az unokáim nagyon szerették, ez a most nem jut hirtelen eszembe a címe, de majd ja, egy életem, egy halálom. Egy ilyen kis mulatságos dalocska, aminek szintén a barátom írta a szövegét, és hát ugye egy életem, egy halálom, a szemüvegemet nem találom, stb. Szóval ilyen kis... Ez valódi. Igen. Tehát ilyen mindennapi dolgon találkozunk meg, ami jellemző ránk, ugye erről szól a dal, és ezért nagyon szerették az unokáim, ezt együtt énekeltük. Meg hát mondhatnám még, hogy mikor, de inkább amiben most én, amik engem hatása alá, akinek majd a hatása alá kerülök, akkor abban a stílusban születik meg valami, de amikor elkezdem csinálni, akkor mindjárt utána abba is hagyom, mert azt gondolom, hogy ennél sokkal jobbakat lehet hallgatni, sokkal jobb zenéket, és valószínűleg nem ez fogja érdekelni a közönséget, amit én csinálok, de azért egyet-egyet ugye elsütögetek ilyen zárt körű rendezvényeken. Az úti filmekről mondjál nekünk néhány szót. Hol jártál kedves feleségeddel együtt a életed folyamán? Hát nagyon sok helyen jártunk, de nem elég helyen, hozzáteszem mindjárt. Én nem is akarom felsorolni, mert nincsen olyan kontinens, ahol ne jártunk volna. Én kétféle utazásban részesültem. Az egyik üzleti utak voltak, amik nagyon sok helyen, hát tényleg a világot jártam, de ezek tudod, következő, taxi, repülő, megérkezés, szálloda, tárgyalás, ebéd, tárgyalás, szálloda, repülő, és jössz haza, és a legszebb látvány, amikor meglátod hazafelé, hogy departure, és akkor azt mondom, pár óra múlva otthon vagyok, de London az egyetlen kivétel, mert ugye mindig pénteken jöttem haza, és soha nem tudtam, hogy a hajnali kettőkor értem haza, hogy mindig minden késett. Na szóval ez volt az üzleti út, ez nem kellemes. Nem beszélve a tárgyalásokról, meg jó, hát persze nem azt mondom, hogy borzasztó, mert ez hozzátartozik az élethez, de hát nem az, amire vágyik az ember. De ez nem a pihenés, ez nem a pihenés. Nem, ez nem, abszolút nem. De amikor aztán eljött a nyugdíj, amit nem szeretem ezt a kifejezést, mert az embernek nincs nyugta, akkor nincs is értelme számomra ez, mi az, hogy nyugdíj. Én azt mondom, hogy átültem egy másik székbe, ezt én úgy hívom, hogy az okos bagoly szerepkörébe tetszelegek most, és az a hatalmas élettapasztalat, szakmai tudás és a nemzetközi gazdaság, vagy üzleti életben eltöltött évtizedeimben felgyűlemlett tapasztalatom, ez nagyon sokat ér, és ezeket én nagyon szívesen adom át fiataloknak. Vannak ilyen találkozók, meg ilyen körök, ahol nem úgy, hogy most én tartok előadást valamiről, hanem kérdeznek engem, és én válaszolok a kérdéseikre. Hát legutóbb, mikor készült a díj kapcsán a film velem, akkor az a fiatal riporter kolléga, aki nagyon tehetséges egyébként, de unokám is lehetne akár, azt mondta nekem, hogy György, az ezek hatalmas mondatok, amiket most én elmondtam neki, mint fiatalnak, tudod? És én nekem ez jó érzési visszajelzés, hogy akkor valami hasznosat azért át tudok adni másoknak is abban. Ez a díj, amit most említettél, ez az Újpest kulturális életéért díj?
Ez a Újpest térdíj, ezt igen, hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy én ezt azért kaptam, most ugye a filmekről beszélünk, mert ugye elindult ez a világjáró sorozatom, amit egyébként nem itt Újpesten kezdődött, hanem hát talán emlékszel az Örkény könyvesboltban. Ott van ez a Kultúris Galéria fönt az emeleten, ami egy hihetetlen, egy igazi alkotóműhely. Ez a Szent István körúton. A Szent István körúton, könyvesbolt és a Kossuth. Igen, és ott kezdtem bemutatni ezeket a filmeket, de olyan gyorsan kinőttük azt a kis helységet, hogy nem volt levegő. És akkor jött ez az ötlet, hogy ide Újpestre fölépült ez a csodálatos újpesti rendezvénytér, van egy nagyszerű akusztikával rendelkező óriási színházterem, hihetetlen technikával, kivetítővel, stb. De vannak ilyen kisebb helységek. És ugye ott folytattam ezeket a filmbemutatókat, és olyan népszerű lett ott is rövid időn belül, hogy már hetekkel az előadás előtt elkeltek a jegyek. A kis teremben ilyen 100 személyes volt, akkor lett 110, akkor utána áttértünk a nagy teremben, már aztán jött a pandémia, persze aztán az nagyon keresztbe tett, mert akkor megszakadt ez a folyamat, de most úgy néz ki, hogy újraindul. Tehát a kérdésed, hogy hány országba utaztam, nagyon sok helyen jártunk, és ezek a kellemes utak, amik már a nyugdíjba menetelem után jöttek, ezek számomra azok, amik igazán élvezetesek, és ezekről készítem a filmeket. És hogy a kérdésed, meg elébe menjek, hogy hogyan vagy miképpen. Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor ott vagyok egy... Nagyon szeretem a történelmet. Ugye azért szeretem, mert a... Nem csak azért, mert a fiam történész, ő valószínűleg örökölte tőlem ezt a szeretetet, mert engem érdekelnek a mostani eseményeknek azok a megfejtései, vagy a válasz a kérdéseimre, amik a múltba vezetnek vissza, és ennek történelmi magyarázatai vannak egyrészt, másrészt meg a vallástörténelemmel is nagyon komolyan elkezdtem foglalkozni, hiszen utazásaim során számos olyan helyzetbe kerülök, amikor szükségem van azoknak az alapismereteknek a tudására. Hát persze nem leszek professzor ebből soha, mert nálam vannak sokkal jobb hozzáértők ehhez, és akik könyveket írnak erről, de én azt gondolom, hogy az embereknek a fejébe, az átlag embereknek a fejébe van egy olyan csipetnyi tudás történelmből, földrajzból, vallástörténelmből, kulturális ismeretekből, ami egy adott régióra vagy egy országra jellemző, de az ott szúnyadozik a fejébe, és amikor ebben kapcsolatban lát egy filmet, vagy egy, akkor ez neki egy hatalmas élményt jelent, és akkor így előjönnek és erre épülnek a filmjeim. Nem beszélve arról, hogy amikor én ott vagyok egy ilyen sorsdöntő fordulatnak a helyén, történelmileg sorsdöntő fordulatnak a helyén, a világ valamely részén, akkor ott én megállok egy pillanatra, és megpróbálom átérezni az adott kornak a szellemiségét. Tudod? És akkor ebből én azt gondolom, hogy akkor vannak az embernek ilyen furcsa érzései, és ez semmiképpen nem maradhat ki a filmből, és akkor megpróbálom a szemüvegemen keresztül illusztrálni ezt a képi anyaggal. Persze ezzel még nincs kész a film, mert amikor hazajövök, ugye általában most Izlandon voltunk néhány héttel ezelőtt, és körbejártuk Izlandot, és rengeteg 9 órányi vágatlan filmanyagom készült, és ebből kell egy órás filmet produkálni, úgyhogy narrátor szöveggel, zenei anyaggal, stb. Nem könnyű, tehát úgy vágni meg a filmet a végén, hogy ugye egy csomó mindent ki kell hagyni. Ki kell hagyni, így van. És hát azt akarom mondani, hogy ezeket a helyeket semmiképpen nem, ahol feljön egy ilyen, például mit tudom én, Peruban, mondjuk a Machu Picchu-n ott vagy, ahova mondjuk szerencsés esetben az ember el tud jutni az életébe egyszer, tehát ez egy olyan csúcs, hogy úgy érzed, hogy ez volt ugye az Inka központ, és ugye hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ez teljesen úgy elfeledve feküdt ott az Andoknak a hegyeiben, és akkor egyszer csak felfedezték, és ez valami elképesztő és páratlan. Tehát egyszerűen nem lehet nem átélni azt az érzést és azt a szellemiséget, ami az inkákat jellemezte. Tehát csak egy példa a sok közül, mert nagyon sok ilyet tudok mondani, és akkor jön a vallástörténelemnek a fontossága, és az, hogy most az ember Jeruzsálembe jár, ugye ott van a három világvallás központjában, és egyszerűen
fölborzolja az embernek a gondolat, hogy micsoda dolgok történtek ott, és hogy annyira meghat végig sétálni a Via Dolorosán, vagy elmenni a Sirató falhoz, vagy megnézni a mecsetet, hogy az ember, ezt nem lehet elképzelni anélkül, ezt egy ilyen filmet utána, hogy az ember ne ásná bele magát azokba a fontos történelmi eseményekbe, vagy akár a bibliai idők történéseibe, ahogyan azt én megteszem ilyenkor. És amikor vége van az egyórás filmnek, mert minden filmem egyórás, akkor is fölkapcsoljuk a villanyt, kodálok a közönség elé, és akkor így pásztázom a szemeket, tudod, így szkennelem. És akkor azt látom, hogy érzelmi hatást váltanak ki a filmek. Van, aki sír bizonyos filmeknek a befejezése kapcsán, vagy ilyen volt például egy film, amit Székelyföldről készítettem, és hazafelé jövet elmentünk Érmincentre, ugye most Adifalvának nevezik, és megnéztük Adinak a szülőházát. És hát ott számos ilyen kiállított tárgy van, amik nagyon szeretem egyébként Adi verseit, és nagyon meghatott. És akkor az egyik versével fejeztem be a filmet, és ráadásul Attila Nagy Zoltán néhány sorával, és akkor utána fölkapcsoltuk, és sírtak a nézők. Szóval ez nekem olyan jó érzés, tudod, és ez ad inspirációt arra, hogy ezt érdemes csinálni. És tulajdonképpen egyre inkább jönnek ezek a visszacsatolások, és nagyon szeretem, amikor megmondják a véleményt a filmekről, mert abban én rengeteget tanulok. Ha összegezni kell az életed eddigi futását, pályafutásodat, melyek azok a pillérek, amelyeken nyugszik a magad és a családod élete? Hát én azt gondolom, hogy igen, ezt sokszor tettem föl magamnak, én is ezt a kérdést. Igazándiból ilyen mérföldköveget tudnék mondani az életemből, hogy mik történtek. Ugye mindenképpen az első ilyen mérföldkő volt az, hogy összeházasodtunk a feleségemmel, ugye, aki most már éppen ma van 53. éve. Gratulálok! Köszönöm szépen. Egyébként az 50-et azt nagyon megünnepeltük, a barátaim, meg a rokonságnak a köré, fantasztikus volt, ott volt még a Bródi János is, és ő is zenélt nekünk, meg csodálatos volt, úgyhogy azóta mondtam a feleségemnek, nincs értelme már megünnepelni, azt úgyse tudjuk felülmúlni. Szóval ez volt az első mérföldkő, aztán a második mérföldkő, amikor kikerültem Angliába, és bekerültem egy másik világba, ahol meg kellett álljam a helyet. A harmadik mérföldkő a multivilág volt, és a negyedik már ez, amiben most élek. És hogyha azt akarom mondani, hogy mik ennek a pillérei, akkor három ilyen dolgot tudnék mondani így, ami biztosan, de tudnék többet is, de nem akarok többet mondani, mert szerintem elég ez a három. Az egyik az, hogy egész életemet céltudatosan éltem le. Tehát én célok nélkül nem tudok létezni. Azért fontos számomra, mert a céltudatosság, ha jól tudom a consciousness angolul, hogy egyébként már a hindu bölcsekben is megtalálható ez a tulajdonság, mint egy nagyon fontos elem az ember számára. Nekem azért fontos, mert kitágítja az embernek a látóterét, és mindig kijelöli azt az utat, amire menni kell. Aztán, hogy aztán merre mész, és hogy milyen utat választasz, és visszatekintesz a múltadba, és elmeregsz azon, hogy mit csináltál jól, mit csináltál rosszul, ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ha az ember céltudatosan éli az életét, akkor nem követel, vagy ritkán követel hibákat. Mindenki hibázik, persze, hát emberek vagyunk, de hogyha például én visszatekintek a múltamba, és most azon filozok, hogy hoztam-e rossz döntést például? Nem találok. Nem igazából, szóval nem találok, hiába kutakodom visszafelé, úgyhogy bármelyik döntésemet felmerem vállalni, akár ma is. A másik fontos dolog számomra, a másik pillér, az a bizalom. Én ugyanis nem tudok létezni úgy, nem tudok kapcsolatot építeni, és nem tudok céget vezetni, úgyhogy ne legyen 100% bizalma minden kollégám, barátom felett. Persze becsapják az embert néha, nem ez a jellemző. Nekem ez volt mindig a legnagyobb büntetés, hogyha engem valaki becsapott, tudod, akkor éreztem magam a legrosszabbul. A harmadik pedig, ami nagyon fontos, az a motiváció, méghozzá a pozitív motiváció. Ezt nem csak így munka szempontjából mondom, hanem akár a családra nézve is.
hiszen hogyha például megnézed, a sok ember teszi fel a kérdést, hogy miért lettek olyanok a gyerekei, amilyenek lettek. Persze, hát lehet, én büszke vagyok a gyerekeimre, mert nagyon sikeres két kitűnő fiam van, a családi kapcsolataik is stabilak, unokáim, gyönyörű unokáim vannak, imádom őket, és nagyon szeretjük, és ők is szeretnek minket. De a gyerek nevelés szempontjából az a fontos, hogyha az ember nem tért, szerintem, mert a magam véleményét mondom, nem tért meg az ember dolgokat, hanem inkább példát mutat. És itt jön benne a pozitív motiváció. Tehát azt úgy motiválni az embereket, és úgy, én soha nem hoztam meg döntést úgy, hogy bicepsből. Tudod? Úgyhogy mit tudom én, most azért, mert én olyan pozícióban vagyok, hogy én most rákényszerítettem. Erőből. Ezt nem. Ez a lehető legrosszabb dolog, amit el lehet képzelni. Ezek a döntések rosszak, és nem lesznek időtállóak. Én annak a híve vagyok, hogy üljünk le, beszéljünk, próbáljunk meg konszenzusra jutni, és próbáljunk meg úgy hozni döntést, hogy közösen. Így vezettem a cégeket, ezért volt sikeres minden cég. Soha nem szóltam bele a vezetőimnek a döntéseibe. Ha jó döntést hoztak, akkor előre toltam őket, én hátra léptem. Ha meg nem, akkor meg el kellett vinni a balhét. Tehát másképpen nem működik. Nem működik. Na, szóval nekem ez a véleményem. A pozitív motiváció egy nagyon fontos dolog, és a családnál is működik szerintem. A pillérek után azonban még egy jogos kérdés. Milyen terveid vannak? Hát Szolikám, milyen terveim vannak? Igazándiból szeretnék minél többet utazni. Sajnos most a pandémia az nagyon keresztbe tett nekünk is. És megmondom neked őszintén, hogy most kétszer is megszakadt az előadás sorozaton. Ez nagyon nagy baj, mert most indul harmadszor egyébként. Most elindul szeptemberben, szeptember 27-én lesz a Mexikó, a letűnt civilizációk nyomán fogjuk végigjárni. Ez az újpesti kulturális központ? Igen, nem, ez az újpesti, ez az áprendezvénytér. A kulturális központ a szembe van a városházával. Az áprendezvénytér. Csak azért a hallgatóink. Igen. Lesz egyébként most föl fog kerülni a rendezvénytér Facebook oldalára, az Újpest médiába be fog kerülni, sőt, még lesznek plakátok is Újpesten kitéve, meg még azt hiszem Angyalföldön is. Én nagyon remélem, hogy most folytatódni fog. Tehát ez lesz az első előadás. A második október végén az Guatemala Honduras, tehát itt a szintén itt a maja kultúrának a gyökereit fogjuk vizsgálni, illetve végigjárjuk azokat a hát ugye ide, erre a régióra tehető, ugye a maja civilizációnak a központja, és azokat a legérdekesebb városokat, falukat és létesítményeket fogjuk végigjárni, amik a maják szempontjából fontosak voltak, és az utolsó előadás, az már úgy értem, hogy az őszi idényben, aránk is megvan az időpontja, már az lesz novemberben, ez pedig Jordániába utazunk, és utána átmegyünk Izrael, Jeruzsálembe átmegyünk, és ott gyakorlatilag a Szentföldet fogjuk végigjárni. Hát ez, amiről beszéltem, hogy talán elég régen voltunk ott, de mind a mai napig borzongok az érzelmektől, aminek a hatása alá kerültem ezeket a bibliai események helyszíneinek a végigjárásával. Tehát ezek a tervek erre az évre. Kedves Németh György, kedves Gyuri, köszönöm, hogy az Olvasókör vendégei voltál, és mindannyiunk nevében sok sikert kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, és én is viszont kívánom a sikert neked is, és mindenkinek, aki hallgatja, nézi ezt a műsort. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy ezen a hétfőn is minket választottak. Jöjjenek hozzánk a jövő héten is. Viszontlátásra!